Fél évvel ezelőtt indítottuk el ezt a sorozatot, hogy még több networking lehetőséget nyújtsunk a MUIS tagoknak, a rendes tagoknak, illetve a rendkívüli tagoknak is, több találkozási lehetőséget egymással, illetve hívunk folyamatosan olyan érdekes külső előadókat, amelyek a szakmának aktuálisak lehetnek, ahol kérdéseket tehetnek fel a tagok, és ez is egy ilyen alkalom a mai, ahol két előadás volt tervezve. Az egyik a Prezi Magyarul cégnek egy prezis bemutatója, ahol abban szeretnénk segíteni a tagoknak, hogy minél könnyebben el tudják ők is készíteni a saját cégük preziét, és ehhez segítséget, illetve további lehetőségeket nyújtani majd a jövőben, amennyiben kialakítunk egy rendkívüli tagságot ezzel a céggel. A másik előadó pedig dr. Ruszinko Ádám, az NGM helyettes államtitkára lett volna, aki sajnos megbetegedett, ezért nem tudott eljönni, de egy közel fél órás telefonbeszélgetésben a legfontosabb pontokat átvettük. Támogatásáról biztosított minket abban például, hogy a parlament belépők az utóbbi időben jelentősen megemelkedtek, tehát a nem Európai Uniós tagországokból érkező látogatók belépő díjai két ízben emelkedtek az utóbbi 10 hónapban, egyszer július 1-én, körülbelül 20%-kal, majd most, ami március 1-től lép hatályba, további 30%-kal. Ez egy óriási problémát jelent az utazási irodáknak, mivel rengeteg iroda hónapokkal, néha egy évvel, vagy több mint egy évvel előre ad árajánlatot egy-egy csoportnak, sőt a garantált program szervezők pedig közel másfél évvel az időszak, vagy a főszezon előtt szerződnek le a partnereikkel, és nem tudnak ezeken az árakon változtatni. Szeretnénk az, hogy minél több lehetőség legyen, ahogy mint mondtam korábban, a tagságnak részt vennie közös programokon, és ezáltal aktívvá váljon az a meglévő jelentős tagság, sőt kifele is szeretnénk megmutatni, hogy ezek a rendezvények kiváló lehetőségek arra, hogy megismerjük egymást, illetve a szakmát, valamint szeretnénk elérni nyilván azt, hogy minél többen csatlakozzanak, illetve azt, hogy az itt lévők hosszú távú üzleti kapcsolatokat alakíthassanak ki.